Magyarország három problémával szembesül a 2020-as évek első évtizedében. Ez a három probléma első helyen az, hogy nem vagyunk elég sokan a Kárpát-medencében, tehát ma olyan világban élünk, a veszélyek korábban a háborúk idején, amikor számít az, hogy egy nemzet hány tagból áll és hányan vagyunk, tehát a sokaság, a méret az igenis nagyon sokat számít. A második probléma és kihívás, hogy nem vagyunk elég erősek, ami azt jelenti, hogy a 2020-as években fölértékelődött az, hogy kinek mekkora hadserege és milyen önvédelmi képessége van. Magyarország ezért egy hadipari reformot hajt végre, és a magyar hadsereget újra kell fegyverezni, meg kell erősíteni az ország bel- és külbiztonságát, ami azt jelenti, hogy egy sokkal erősebb, sokkal ütőképesebb, jobban szervezett hadseregre van szükség. Az ország II. Világháború utáni demilitarizálása után föl kell készülnünk arra, hogy annak, hogy mennyi katonád van és mennyi fegyvered van, a következő évtizedekben lesz jelentősége. És a harmadik probléma, ami az EVOSZ-t illeti és a mai konferenciának témája, hogy nem vagyunk elég gazdagok. Az elmúlt 13 évben bár a GDP-nk érdemben nőtt és az egyfőre eső GDP jelentősen megugrott, mégis azt tudjuk mondani, hogy Magyarország a közepesen fejlett országok közé tartozik. Az Európai Unió átlagának 80%-át teljesíti az ország, és Magyarország nem elég gazdag. És hogyan lehet Magyarország a jelenleginél gazdagabb? Úgy, hogy bizonyos ipari ágakban, gazdasági szektorokban a szuverenitást erősíti. Számomra miniszterként a legfontosabb elv az építésgazdaság területén, hogy a külföldi vállalatok és a külföldi építőanyag persona non grata, azaz Magyarországon semmi keresni valója nincs külföldi építőipari vállalatnak, és meg kell akadályozni, hogy az építésgazdaságban magas importtal és külföldi építőanyagokkal dolgozzunk. Az állami beruházásoknál igenis előnyt kell élvezzenek a magyar vállalkozások, sőt, előnyt kell élvezzenek a helyi vállalkozások, kicsi és közepes vállalkozásoknak is helyet kell hagyni, nem csak nagy vállalkozásokra van szükség Magyarországon. Annak az ideje, hogy mi alárendelt partnerek legyünk, és egy építőipari gazdasági megszállás elszenvedői legyünk a franciák, a németek, az osztrákok tekintetében, ennek az ideje lejárt. Én azt gondolom, hogy kár kilincselnie a különböző építőipari vállalatoknak, politikusoknál, üzletembereknél, Nyugat-Európában vagy itthon. A legegyszerűbb, hogyha leteszik a lantot, értékesítik a vállalkozásaikat, vagy a magyar állam, vagy magyar vállalkozók számára. És mint ahogy Ausztriában, Bajorországban, Németország egészében, és Franciaországban is, német és francia vállalatok, családi vállalatok, kisvállalatok és közepes vállalatok építik meg az állam által megrendelt épületeket, valósítják meg a beruházásokat, nem lehet ez másképpen Magyarországon sem. Tudomásul kell vennie Nyugat-Európának, a német, francia, osztrák építőipari vállalatoknak, hogy Magyarország erősebb ország, gazdagabb ország akar lenni, és ezt a piacot, az építőipar piacát vissza kell foglalni a Magyarországnak. Ennek van-e már most néhány részlete, hogy ez milyen szabályozó lenne, hogyan vásárolnák fel, stb. Illetve ugye ez az építő kereskedelmi hálózat is előkerült, hogy ez milyen formában lehet-e tudni, hogy kiszervezi majd meg, ki felügyeli ezeknek a működését. Nyilvánvaló, hogy nem fogunk létrehozni egy új magyar állami kézben lévő tüzéphálózatot, ez nyilván föl sem merülhet. Ellenben elővásárlási jogot és szabályozási lehetőséget kötünk ki, ami azt jelenti, hogy nem lehet exportálni a Magyarországon előállított termékeket korlátlanul, hogyha erre Magyarországon egyébként szükséges igény van, illetve a magyar államnak elővásárlási joga van az építőanyag kereskedelem területén. Ami pedig a fölvásárlási terveket és szándékokat illeti, jól tudják önök, hogy Szijjártó miniszter úr munkájának köszönhetően építési szakaszba lépett a Paksi atomerőmű új blokkjának a megvalósítása, ahol elképesztő mennyiségű betonra lesz szükség. A betonnak a legfontosabb alapanyaga a cement, az pedig elképzelhetetlen, hogy magyar tulajdonban nincs Magyarországon cement előállítására alkalmas vállalkozás, tehát a magyarországi cementgyárak jobban teszik, hogyha eladják a magyarországi gyáraikat magyar vállalkozásoknak. Mennyire időszerű most fölvásárolni egyesevet, amikor a MÁV működtetése és fejlesztése is elég sok problémát jelent? Most a legidőszerűbb.
hogy az osztrákokat kivásároljuk a gyesebből. Az autópálya matrica, ez az egynapos, ez elég nagy hullámokat vert. Ugye a környező országokban jóval olcsóbb, nem csak az egynapos, hanem az éves matricák is. És miért gondolta úgy a kormány, hogy az Európa vagy az Unió által meghatározott legfelső határon határozza meg a magyar egynapos matrica árat? Először is egynapos matrica bevezetéséről az Európai Unió szabályok döntöttek, az árképlet kialakításában is közösségi szabályozás van. Mi azért választjuk mindig a közút használattal kapcsolatos legmagasabb díjtételeket, hogy a közösségi tömegközlekedést preferálják a magyar választópolgárok, hiszen az a legkörnyezetbarátabb technológia. Tehát minél drágább az autópálya matrica, annál zöldebb lesz az ország.